A Bocskai István Levész Dandár Debrecen helyőrségi zenekar előadásával kezdődött pénteken az a sajtótájékoztató, ahol arról számoltak be, hogy Debrecenben lépésről lépésre újraindul a kulturális élet. Példamutató összefogás jött létre a Cívisvárosban, amelynek révén június 5-e és augusztus 15-e között a hét minden napján egy-egy esemény formájában lehetnek az érdeklődők a kulturális élmények részesei. Többek között kiállításokkal, zenei, táncos előadásokkal és flashmobokkal is találkozhatnak majd. Puskás István alpolgármester az eseményen hangsúlyozta, a programsorozat célja az, hogy minden héten egyet előrelépjenek a város polgárai, ezáltal pedig gazdagodjon Debrecen kulturális élete is. A kulturális kínálatot próbáljuk meg lépésről lépésre apró mozzanatok sokaságával újraindítani, ezért adtuk ezt a címet a sorozatunknak, amely egyébként a város összes kulturális szereplőt hívja együttműködésre. Sokan lépünk sokat a városban nyáron azért, hogy kulturális élményekhez, eseményekhez, szórakozási lehetőségekhez és minőségi művészeti tartalmakhoz juttassuk a lakosságot. Új módon, elsősorban szabadtéren, elsősorban a közterületeken mutatva be a Debrecen kultúrájának sokszínűségét. A Lépésről Lépésre programsorozat egyik kezdeményezője a Cívisház ZRT volt. Erdei Edit, a cég vezérigazgatója az eseményen azt mondta, a kultúra azzal támogatja a gazdaságot, hogy bevonódik a profit termelésbe, ezáltal pedig a belváros színvonala is emelkedni fog. Két ágon kapcsolódunk be effektíve, azon túl, hogy élvezői vagyunk, illetve a bérlőink élvezői ezeknek a programoknak, hogy az üres kirakatokba, ami nyilván bérlőre vár, egyfajta marketinget jelent az, hogy a MODEM szervezésében a Megyesi Ferenc Gimnázium alkotásai kerültek be. A Cívisház bérlői által lakott kirakatokban pedig a Cívisház művész bérlői költöznek be, és tulajdonképpen egy furcsa kapcsolat alakul most ki, a képzőművész bérlő és a vállalkozó kereskedő bérlő kapcsolata. Tóth Ernő, a Phoenix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Programigazgatója az eseményen elmondta, a Lépésről Lépésre eseménysorozat számukra is lehetőséget biztosít arra, hogy kilépjenek a virtuális világból. Nagyon örülünk, hogy a szabályozással összefüggésben ezeket a formátumú nyári újranyitás jegyében szervezett rendezvényeknek a koordinációját, a kommunikációját, a hangosítási feladatok elvégzését igény szerint, hogy ezt elvégezhetjük, és kollégáink ezzel ismét visszatérhetnek a munka világába. A színes, változatos eseményeket hétről hétre egy-egy kulturális csomagba szervezve Debrecen több pontján bizonyos időintervallumokban tartják meg. Az újszerű, innovatív megoldásokban gazdag projektbe bekapcsolódó egyesületek, intézmények, szervezetek köre folyamatosan bővül.